Izrael történetének legnagyobb temetésén több mint 800 ezeren búcsúztatták Ovadia Jószéf korábbi szefárd főrabbit. A temetés idején Jeruzsálemben leállt az élet. Az eseményen megjelent Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Simon Peres államelnök is. Mahmoud Abbas palesztin elnök pedig együttérzését fejezte ki. Az ultraortodox rabbi rendkívüli vallási tekintélynek örvendett Izraelben. Pártja megkerülhetetlenné vált, és kormányok megalakulásáról vagy bukásáról dönthetett. Szavai azonban többször komoly felzúdulást okoztak. Idős korában a palesztinokat kígyókhoz hasonlította. Egyszer pedig azt mondta, Isten csak azért helyezte a földre a nem zsidókat, hogy a zsidókat szolgálják.